Igazából, hogyha valaki bekopogtat hozzánk, mert mindig azt szoktuk mondani, mi csak azt csináljuk meg ingyen, mit más pénz is csinál meg. De azt csak akkor csináljuk meg, hogyha írásba kérik tőlünk Isten nevében. Tehát ha valaki bajba van, ugye, a szemészetre azok mennek, akinek a szemük fáj. Fogászatra azok, akinek a foguk fáj. Hozzánk azok jönnek, akik, hogy mondjam, a gyermekeiknek nem tudnak, tehát testi, lelki, fizikai, szellemi, lelki igényeit a gyereknek nem tudja teljesen kielégíteni, és akkor bekopognak hozzánk szülőnk, tanárok, plébánosok, öreg nénik. Itt ott van egy, két, három, négy, öt gyerek, segítsünk. Na most általában három segítési mód van Szent Ferenc Alapítványnál. De a legegyszerűbb az, hogyha napközibe kerül valaki. Azt jelenti, hogy a gyerek iskolá után hozzánk jön, hogy itten Romániában az állam nem tart fent semmilyen délutáni programot, csak ha szülők összepótolnak és fizetnek, vagy ilyesmi. Tehát, hogy nálunk lehetőség van arra, hogy a szülő azt mondja, hogy hát ő beteg, vagy bármilyen baja van, nem tud a gyerekkel foglalkozni délután, nem tudja megadni azt, ami szükséges a gyereknek, és a gyerek, hogy ne veszítse el a tanévet, ha mi kvázi átvesszük a szülői funkcióknak bizonyos részét. Beder Tibor kért volt meg, ő Hargita megyei főtanfelügyelő volt, hogy azt mondja, 8 év alatt több mint 6000 gyerek abandonskolár, tehát elhagyta az iskolát, így 5., 6., 7., 8. korba, és hogy ez túl nagy szám, hogy segíjünk. Na, nekik találtuk ki ezt a napközis segítséget. Szászvároson, Petrozsémben, nagyon sok otthonunkban van ilyen napközis csoport. Most, hogyha ez a segítség, ez a szolgálat nem elég, mert a gyerek már haza se tud menni, akkor szoktuk mondani, hogy kollégium, szociális kollégium. Hát azt jelenti, hogy mi próbálunk ösztöndíjat biztosítani a gyereknek, és a gyerek nálunk van elhelyezve. Na most ez általában addig tart, míg tisztázódik, hogy család talpra áll, meg tudja oldani a problémáit, gondjait, hogy is van. És a harmadik elhelyezési mód ugye az, amikor elhelyezik a gyereket, placamentet, hivatalosan elhelyezik, hát gyerekeinknek azért azt gondolom, hogy 20-25%-a van, amikor román állam hivatalosan elhelyezi egyik vagy másik otthonba, rábízza valakire a gyereket, hát a Szent Ferenc Alapítványra is, akkor mi ezt próbáljuk jó szülőként végezni. Azért látom ezt a fokozatosságot fontosnak, mert ugye, hogy a fogorvoshoz is bemegyek, nem egyből kihúzza a fogamat, hanem kezelgeti, fúrja, faragja, tehát hogy van ez a mód, és ezért látom úgy, hogy eléggé nevelhetők ezek a gyerekek, mert érzik azt, hogy nem erővel veszik el őket a szülőktől, hanem segítünk. Nagyon sokszor elmondta a Szent Ferenc Alapítvány, olyan szeretne lenni, mint egy nagy fa, minek az ágaira az égmadarai rászállhatnak, megpihetnek, fészket is rakhatnak ott, sőt, odut is vájhatnak belé. Hogy mondjam, de nem szeretnénk senkinek ketrec, kalitka, vagy valamilyen, hogy mondjam, erőszakos dolog lenni. Ezért nincs egyetlen házunknál se kapus, amúgy se lenne pénzünk, hogy megfizessünk, de ilyen beléptető rendszer sincsen meg, kiléptető rendszer. A gyerekek szabadon, mint a családi otthonból, mehetnek iskolába játszani, kacagni. Na mostan a Bellek otthonok szerepeltek mostanig. Oroszhegyen van egy kis napközi otthonunk is, vagy 40 gyerekkel. A helybeli plébános adta ide a kántori lakat, és ugye hát úgy tudom, hogy a 400 körüli gyerek van Oroszhegyen az állami iskolába, és abból 40 oda jár hozzánk. Most Oroszhegy azért is szerencsés, mert a kedves házvezetőnek a férje az iskola igazgatója, úgyhogy egy kézzel játszanak, úgyhogy tényleg így mondhatnunk azt, hogy Oroszhegyen talán, hogyha ők jól összefognak, jól végzik a dolgukat, akkor nem lesz bukkó, vagy lemaradó, leszakadó gyermek. Oroszhegyieket hívjuk a színpadra.
Mindenütt a földön vágynak valami jó után. Minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív. Ha nincs benne igaz érték, mely mindenen át segít, az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én. De kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, remény. E három dolog közül legnagyobb a szeretet, mely mindent elhordoz, ha kell, sok vétket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen. Mindent elhisz és remél, a szeretet mindennél többet él. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagyna mindenki, ő megmarad neked, mert nem tud nem szeretni, hiszen ő a szeretet, mely mindent elhordoz, ha kell, sok vétket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél, a szeretet mindennél többet él. Add tovább, ha van valamid, ami jó, ami barátaiddal megosztható, legyen bárcsak egy apróság, hozhatja Isten áldását. Add tovább! Ne feledd a másik fájdalmát, te kell, hogy segíts az úton tovább. Egy kedves szó, vagy egy mosoly, áldás lehet a másikon. Add tovább! Ne légy önző a szívedben, de viselkedj a legnemesebben. Tedd közösbe kenyered, hogy társaid is egyenek. Add tovább! Ha Isten meghallgatta imád, s az égből áldás küldött le rád, ne tartsd meg csak magadnak, míg mások sírnak, s jajgatnak. Add tovább! Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban, és akinek szép a lelkében az ének, azt hallja a mások énekét is szépnek.